Sziasztok, én Kvázi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: a termelő eszközt, amivel dolgozol, azt nem illik eladni. Én írtam az ingatlanosámok könyveket, enyém az ingatlanosámok klub, illetve január 16-án 10 órától egész napos online tréningem lesz az első 100 millió forintot ingatlanra címmel. Gyere, megmutatom, hogyan tudsz 100 millió forintot keresni 2-3 év alatt, ami viszont itt van a kezedben, meg ebben is. Jó? Ezt azért jutott eszembe, mert itt az irodámat, hát egy olyan fél éve volt egy ilyen dugulás elhárításom. Nem én csináltam, hanem hívtam rá a szakembert, és ugye egyik ingatlanonnál felmerült ismét igényként ez a dolog, hogy hát ott is bizony dugulást kellene elhárítani, mert valami történt, és nem tudtam máshogy lekezelni. És kerestem ezt az emberkét, ha bár jól ment neki ez a szakma, de fogta magát, és valakivel összeveszett valami miatt, és eladta úgy, ahogy van az egész cuccot. Ami szerintem egy nagyon rossz döntés, különösen, hogyha az ember vállalkozó, hogy azt az eszközt, amiből addig tök jó pénze volt, valami hülye hiszti, vagy bármi véget fogta és eladja. Tehát nem szabad ilyet eladni, és erre inspirálok téged is, hogy akármilyen kis vállalkozó vagy, vagy akármit csinálsz, de nem szabad olyan eszközt eladni, amiből neked pénzed van. Különösen most ugye ez a 21-es év, bárki bármit mond, szerintem nem lesz annyira rózsás, mint mi azt reméljük, vagy szeretnénk. És pontosan ezért, hogy ami már jól működik, és egyáltalán működik neked, és szépen azért van belőle bevételed, van rá piaci igény, hogyha mondhatok ilyet, hogy azt az eszközt ne add el. Légy szíves, ne add el. Mert ez a srác is, belegondoltam, itt egy fél, tehát tényleg tök jól megcsinált mindent, azóta nagyon szuperül működik minden. És én azt hiszem, talán 20 ezer forintba került, most nem akarok hülyeséget mondani, de egy fél órát keresett annyit, jó, most nyilván idejött kocsival, stb., de ezek nem olyan rossz pénzek szerintem, és én úgy gondolom, hogy akár erre a szakmára is nyilván van igény, ezt azért ne felejtsük el, és hogyha tényleg van piaci igény arra, amit te csinálsz, akkor csináld. Nyilván keresheted önmagad, hogy majd én mást akarok, meg máshogy akarom, de amíg abból pénzed van, egyelőre, mondom, most olyan idők jönnek én szerintem, hogy igenis azt ragad meg, tartsad meg kicsit, mondjuk úgy, hogy tartsad meg a jó ügyfeleidet, gubozz egy picit akár be, és nézd meg, várd a lehetőséget, hogy mikor lehet kilőni, és mi az az irány, ahova érdemes elmenni. De az, aki most jön, a kicsit nehezebb idők jönnek, maradjunk ennyibe, és egy ilyet tesz, és akkor elmegy valahova alkalmazottnak tized annyi pénzért, ez szerintem nem egy jó húzás. Jó? Már csak azért sem jó húzás, mert amellett még el lehet menni dolgozni, de egy-egy munkát, akár másodállásban ilyet be lehet vállalni, és tulajdonképpen egy nagyon jó kiegészítés, hogyha a lakás hiteled, a lakás rezsid, az albéleted, a bármilyen költséged megvan, már akkor is jó vagy. Ezt nem szabad eldobni, úgyhogy döntsd el, hogy amikor te valamit úgy érzed, hogy el akarsz adni, vagy értékesíteni akarsz, akkor az mi legyen, tehát olyat adj el, ami neked tényleg nem kell, nincsen rá szükséged, nincsen belőle pénzed, igazából csak egy, a szemedben úgymond egy kacat, tehát kacattá vált az a tárgy, amit esetleg el akarsz adni, akkor igenis szabadulj meg tőle. Most mondok egy példát, mondjuk a gyerekeim játékai, amit már 5 éves korukban játszottak, mondjuk most 20 évesek, akkor persze eladom, mert jó, mondjuk ott el lehet árulni az unokáknak, de nem vagyok ez a gyűjtögető típus, de azt el tudom képzelni, hogy jó, akkor azt eladom. Mert nem kell, nincs belőle se előnyöm, se hátrányom, foglalóhelyet, stb. De mondjuk azt mondom, hogy ha festő vagyok, akkor nem adom el a festőgépemet például, mert nem. Jó? Úgyhogy remélem, hogy ezért tanulságos volt annyira ez a videó, hogy legalább elgondolkozol rajta, és 16-án januárban találkozunk online, és remélem előbb-utóbb személyesen is fogunk majd találkozni, csak győzzük kivárni. Úgyhogy addig is iratkozz fel a hírlevelemre. Szia!